a Gaspel Café színpa vendége Boros Lajos. Szerbusz Lajos, üdvözöllek! Isten áldjon! Köszönjük, hogy eljöttél a Balatonnetre, de mit keresel itt? Miért jöttél? Hát egy meghívásnak a kapcsán vagyok itt. Hát alapjába véve semmit nem keresnék itt, hogyha nem ismerném Istent, hogy belevágjunk rögtön a közepébe. Az apropó az, hogy az Isten kegyelméből megjelent egy könyvem ennek az évnek a nyár elején, június 5-én, az ünnepi könyvhétem, és hát a kiadó többek között szervezett itt egy ilyen könyvbemutatót, és csak remélem és hiszem azt, hogy ez a könyv az túlmutat rajtam, és nem engem mutat be, hanem az Úr Jézus Krisztus mutatja be, hiszen se ez a riport, se az életemnek nem lenne semmilyen apropója, ami arra lenne érdemes, vagy arra lenne méltó, hogy bárki bármit is meghallgasson belőle. Az ok mindig az, hogy van valaki bennem, aki az én életemet is legyőzte, az én életemnek is adott értelmet, az én életem alá is alányult abba a zuhanásba, amit nemrég kaptam a spányokon, csak így gyorsan, hogy egy csendes héten voltam, és annyira hiányzott ma a személyesség az Istennel, mert persze imádkozik az ember, meg Bibliát olvas, meg megvallja, meg elmegy közösségbe, és nem egy lehetséges opció, hogy vasárnap Isten tiszteleten vagyok-e, vagy nem, mert keresztjének vagyunk, de az a fajta személyesség, ami úgy bele remeg az ember, az már kicsikét úgy kikopott, úgy nagyon-nagyon hiányzott az életemből, és két nappal ezelőtt, amikor pányakon sétáltam a fák közt, és imádkoztam hajnalban reggel, akkor készülve a délelőtti szolgálatok, Isten mutatott nekem egy képet, és ebben a képben az volt, hogy 15 évesen ott ültem egy rendőrszázados előtt egy kihallgató szobába, és ennek az embernek egy nagyon mély rutinja volt már, és ezzel a mély rutinnal úgy meg tudta alapítani, hogy ez a 15 éves gyerek, aki ott ül velem szembe, az valóban egy bűnöző természet. Ők ezt egy nagy rutinnal meg tudják már alapítani a mimikáról, a beszédről, az egész, vagy a tekintetről, és igaza volt neki. Így le volt pecsételve az életem, hogy azt már senki nem mozdíthatja meg. És elkezdtem a magam zuhanórepülését, elkezdtem azt a bűnöző karriert, ami nem felfelé vitt, hanem lefelé vitt, és úgy belerendültem abba az igazságba, amit akkor ott nekem ott a fák közt megmutatott az Isten, hogy beleestem az Istennek a tenyerébe, hogy alátette a kezemet, hogy abba a hajtásba, ahol az embert az ördög hajtja, az ördög korbácsolja, nyilván kell hozzá az ember döntése, meg az embernek a szabad akarata, de hogy mégis bele voltam ebbe kötve, bele voltam ebbe fásulva, és mentem előre, abfelé, a kárhozat felé, és azt a veszedelem felé, ami nekem volt így elkészítve az önmegvalósításomon keresztül, mert nem ismertem az Istent, és innét ragadott ki az Isten, és ez kegyelem. Kegyelem, hogy nem zúztam össze magam a lelkeknek azon a mezején, ahol sokan kötelet ragadnak, sokan kilépnek egy emeletről. Most voltam tegnap Ilona napon a felnémeti temető Veger mellett a nővéremnek a sírjának, aki 15 évesen egy vonat elé lépett egy szerelmi csalódásba. Így az Isten szíve szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést terem. És mikor valaki ezt megtapasztalja, és így visszafelé néztem, így láttam az Isten, vagy megmutatta abba az imádságban nekem, hogy az én életem el volt rendelve. Van egy vers, hogy ki van jelölve a te helyed, és ki volt jelölve az én helyem, és nekem most is ott lenne helyem, nem itt. Nem lenne miről beszélni, hogyha Krisztus nem lenne az életemben. A könyvednek az a cím, hogy Rácsok mögött szabadon, ha jól emlékszem. Hogyan történt meg benned ez a változásod, benne a börtönben, a kemény legényből? Ben, hogyan történt ez a változás? Nincs más az én életemben sem, mint egy úgymond egyszerű keresztény ember. Az enyém is az, talán a háttér mindig más, a sötétséget illetően. Én is úgy hallottam az evangéliumot egy másik embertől, egy másik rabtól. Így ért utol engem is az Istennek a szeretete, és győzött meg arról, hogy az életem nélkül el van veszve. És dicsérem érte, amiért a döntés után volt még valami a lényeg, hogy én éjjel megkerestem az Istent, oda vittem azt a mocskot, amivel teli volt az életem, és ahhoz a moslékhoz, amihez két kézzel és köröm szakadtáig ragaszkodtam, ott megláttam, hogy kár és szemét. Ha Pál meg tudta látni az ő életét, mennyivel inkább egy magamfajta ember. És ott volt a mély megtörésem, ott volt a bűnbánat ajándéka, ott volt az Istennel való közösség, ott volt az igazi tükör, ami nem torzít, ami Isten nélkül halált nemzett volna, de az Isten egészen mást adott egy megtérést, adott egy utat, adott egy célt, és hát ez felé a cél felé futok én is, és elérhetetlen lenne, ha egyedül mennék, de hogy Krisztus velem van. Engem az érdekelne, hogy
Te kemény legény voltál, erős, és nem volt benned elutasítás, amikor először bementek hozzád, hogy gyerekek, hagyjatok már, ez egész mesél. Életemben ez volt. Az, amikor az ember, az Isten szólítja meg. Van az emberi beszéd, és van, amikor az emberi beszéden keresztül az Isten ad valamit. És nekem abban a bizonyságtétel előtte is volt sokszor aluljáróba, temetésen, esküvőn evangélium, de abban a percben, amikor én hallottam ott egy Rigó János nevű embertől az Isten szeretetéről, a keresztről, a vérről, az új szívről, nekem ez ma még megkapható, ma még az enyém lehet, akkor ez már Istentől valamikor valaki erre azt mondja, hogy nekem ez a pohár kell. És én belül azt mondtam, hogy ha ez létezik, ha ez van, ha ez valóság, nem egy kitalálás, akkor nekem ez kell. És akkor ott hallottam ennek a módját, hogy lehet ezzel az Isten kapcsolatba kerülni. És hát ez volt a megtérésem, a bűnvallásomon keresztül, a Krisztusnak a behívásán keresztül, az életembe hívtam az Úr Jézus Krisztust. Úrnak ismertem el, nem csak mondtam, hogy Uram, hanem ösztönösen kezdtem el engedelmeskedni. Nyilván sok minden volt még akkor az életemben, dohányzás, meg kávé, meg pornóújság, meg bakancseladás, meg mit tudom mi, de hogy ezeket szépen lemetszette rólam az Isten. Csak ez tényleg valóság volt, hogy te ott a rácsok között is szabadnak érezted magad? Igen. Van kétfajta szabadság. Az egyik fajta szabadság az, amikor itt állunk Istennek a szabad ege alatt. Szabad lábon, valóban. Szabad lábon, így van, és imádkozunk pányakon a fák alatt. A másik fajta szabadság meg az a szabadság, mert ez a szabadság ez mindenki számára, aki mondjuk nem bűnöző életet él, elérhető és adott. De a másik szabadságot az csak Isten adhatja. Elég ahhoz megszületnünk ebbe a világba, hogy mi rabok legyünk. Saját lelkünknek az őrzői, azt mondja a Szentírásban Isten az ő lelkén keresztül, hogy mindenki annak a rabja lesz, ami legyőzte az ő életét. És hogyha az ember nincs ebben a szabadságban, amit az Isten biztosít számára, akkor rab. Nekem ez egy nagy kontraszt volt, a belső szabadságot megkapni rácsok mögött. Ez tényleg egy nagy kontraszt volt, és két évtizedig úgy élni, hogy Krisztus szolgálni és a Krisztus szabadságába lenni a rácsok mögött. Ez egy nagy kontraszt volt, de elmondom, hogy ez egy nagy kegyelem, egy kivételes élet, egy borzalmas bűn következménye, és Isten mégis egy kivételes életet tesz, mert nem hemzsegnek a keresztjének benne a börtönbe. És egy áldott dolog ott terjeszteni Krisztus illatát, ahol egyébként a bűnnek az illatával van teli. Az okosság, ide, ilyen betörés, ilyen nő, olyan nő, és nyalogatni azt a golyóálló üveget, ami mögött ott van a lekvár, és soha nem lehet elérni, és akkor Isten nyit egy kaput, és azt mondja, menj, itt van, mert megvan írva, hogy ahol az Úrnak a lelke, ott van a szabadság. És hogyha az Úrnak a lelke Boros Lajosban van, akkor a mennyország és a szabadságnak egy darabja itt van benne a szívemben. Ez kegyelem. Mit üzensz azoknak, akik a másik oldalon vannak még, akik esetleg elkövettek dolgokat, hogy merre menjenek, mit csináljanak, hogyan törjenek ki ebből a spirálból, amiben te is voltál? Oswald Chambers-t olvasom ebbe az év beállítatos könyvbe. Ma reggel ígém az volt, augusztus 19-éről, hogy jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. Isten hív, Isten lélek, nem lehet látni, benne élünk, mozgunk és vagyunk. De Istennek van hatalma, hogy egy ember életét megváltoztassa. Mindig az a kérdés, kell ez a változás, vagy nem kell. Engem senki nem tud megváltoztatni. Se rendőri verés, se többszörös büntetés magyar börtönökbe, se anyai jó szó, se a volt feleségem, senki nem tud megváltoztatni. Az az Isten, akit én soha nem láttam, és az igéjét se ismertem, attól, hogy egy alapigazságot nem ismerünk, az még működik, ha rálépünk. Jöjjetek én hozzám. Az üzenet az, hogy jöjjenek Istenhez. Bárki, aki kilátástalan a helyzet a börtönben, szabadon, és azt mondja, hogy elege van, akkor Isten azt mondja, hogy nálam van megelégedés, de csak nála, senki más. Istenhez lehet jönni, még ma lehet jönni. Mondja Füle Lajos, hogy ma még szabad, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ez így van. Nagyon-nagyon jó üzenet. Mi van a te szívedben? Mi mozgat téged most, mostanában? Hát a mások felé való szolgálat. Ennek nem érzem a tökéletességét, hogy ezt tökéletesen betölteném, talán így van jó. Amikor valaki azt érzi, ezt tökéletesen betöltöm, jó, magamra mondom, hogy megsértsek valakit. Az már egy ilyen gőgösség szerintem. Ez felé való szomjúság van bennem, amiben csak van egy élő reménységem, hogy az Isten táplálja ezt a szomjúságot. Nem megelégít, hanem táplálja, hogy szomjazzak mások felé, hogy a mások felé tudja megosztani azt, amit én kaptam az Istentől. Van-e álmod, és mi ez az álom, amit szeretnél, hogy beteljesüljön egyszer itt Magyarországon, a világban? Érdekes, hogy
ne értse senkifélre, elértem. Mondja, azt mondja, a könyvednek a végén van egy vers. Amíg lenne a porba kerestem, míg a szemét között kutattam, szegény voltam, üres maradtam. Tudja, Jézus Krisztus állt elé. Az ő kezéből jön a megelégedettség. Többi tengervíz, Szamária asszonynak a kútja. Jában van a tradíció, az ősök kikásták ki, az élővíz Krisztus, és hogyha ő jön, akkor ilyen értelembe véve van egy megelégedettség. Persze fut az ember az felé, a cél felé, amit Pál is mond. De hogy már itt ebben a földi világban, ha ma nem kapnék egy porszemmel se többet, és a ráadás megvan, keressétek először Isten országát, a ráadás ott van a gyönyörű feleségem, a 8 hónapos szép, jó, 3 foga van a fiamnak, de egy ajándék, meg tudnám enni. Vagy a banki hitelre vásárolt otthonunk. Tehát így megvannak ezek a dolgok ilyen értelmében, de amit kaptam, az örök életet, a bűneimnek a bocsánatát, az, hogy ma a Balatonneten Krisztusról beszélhetek, és csak remélem azt, hogy ebből, ha valami átjön, akkor az jön át, hogy ez nem csak üres fecsegés, hanem itt van mögötte valami tartalom. Kegyelem az, hogy elérhettem azt, hogy Isten üdvösséget adott, Isten örök életet adott. Azt mondja a Biblia, ha ezt a riportot valaki hallgatja és megérti, ez egy bizonyságtétel Krisztusról. Isten azt mondja, az én bizonyságtételem ennél nagyobb. Az én bizonyságtételem az, hogy nektek örök életet adtam, és ez az élet az én fiamban, az Úr Jézus Krisztusban van. És ha valakiben ez megvan, akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy kell még több. Tehát nyilván vannak az embernek álmai, egy Hyundai i40-es, vagy mit tudom én, de hogy nem ez a lényeg, hanem amit el lehetett érni ebbe az életbe, a hívő ember, aki élő hitben van Istennel, azt elérte. Ami ezen felül van, az mind ajándék. De a lényeg már megvan. A lényeg már megvan. Mivel csalogatnád be a Balatonneteseket a programodra ma este? Hát, mivel könyvbemutató lesz, ez egy izgalmas könyv. Azért izgalmas, mert az Úr Jézusról szól, azért izgalmas, mert az illata az élettel van megtöltve, azért izgalmas, mert őszinte, azért izgalmas, mert egy ember arról ír, hogy velem mi történt. Nem arról beszélünk, hogy ezt láttam, vagy azt láttam, nem kitalált mesék vannak leírva. Életnek mély nyomorúságai, egy olyan völgy, amiben néha nagyon-nagyon nehéz menni, ami néha olyan, hogy erőfelett való út, és szól valakiről ez a könyv, egy töviskoronás királyról, az Isten fiáról, az Úr Jézus Krisztusról, aki az ember nyomorúságába, bűnei következményeként több mint 2 évtizedes börtönbüntetés súlya alatt, amit egyébként tökéletesen megérdemeltem, kegyelemből végigjárta velem az utat. Hát talán ez lehet a behívás erre a beszélgetésre majd oda bent, és hogy róla van szó. Kérdéseket lehet majd föltenni? Persze. Meg fogod válaszolni, vagy el fogsz futni előlük? Amit tudok. Ha nem, akkor majd futok, de remélem, hogy meg tudom válaszolni őket, úgyhogy. Köszönöm szépen. Amen. Én is köszönöm.